Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: kinek tartják az emberek az emberfiát? Ezt válaszolták: van, aki keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket: hát ti, kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt: te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus azt mondta neki: boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat. A pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, föl lesz oldva a mennyel is. Akkor lelkére kötötte tanítványainak, hogy el ne mondják senkinek, hogy ő a Messiás. Ezek az evangélium igéi. Testvéreim, mint a bevezetőben is mondottam, a mai ige liturgia, ami a felszínen nagyon szétesőnek látszik, talán erre a kérdésre adhat választ, hogy emberi bölcsesség vagy Isten bölcsessége szerint élünk, gondolkodunk. Az első olvasmány, Izaiás proféta könyvéből vett rész: Júdeában vagyunk, Szamária már elveszett, 700 tájékán, 800-as évek elején, 700-as években vagyunk Krisztus előtt. A júdeai részt, tehát mikor már Szamária leigázott Asszíriától, szintén már Asszíriának a vazallusa volt. És a király ugye azon spekulál, hogy talán az egyiptomiakkal szövetkezve sikerül kiverni, lerázni az egyiptomi igát, a vazallus állapotot. És úgy látszik, hogy a fő udvarnoka ugye ugyanezen a véleményen van, és erősíti a királyt, ez a Sebna, hogy maradjunk szövetségesek az egyiptomiakkal. Nagyon nehéz a magyar, ez olyan, mintha Mohás környékén a törökökkel kerestünk volna szövetségest. Körülbelül ilyen állapot volt ez. Az Egyiptom a zsidó gondolkodásban az elnyomásnak a világa, akik kényszermunkára ítéltek bennünket, sanyargattak. És ez most Júdeának, a hűségesebb résznek a szövetségese. És Sebna még ebben erősíti is a királyt, Elkiát. Aztán a király, mikor rájön arra, hogy Sebna rossz tanácsadó, sőt a megelőző részben, csak azt most nem olvastuk, ott van, hogy Sebna a fő udvarnok, vagy nem tudom, hogyan kell nevezni, tehát az első miniszter. Sebna
azzal foglalkozik, hogy valami nagyon díszes síremléket állítson magának, tehát teljesen önmaga körül forog, és egy hatalmi gondolkodásban él, ami téves. És eljön az idő, amikor Sednát lecsapják. Valójában erről szól ez az olvasmány. És helyette egy más fiatal embert, Eljakimot teszik meg főudvarnok mesternek. És a beiktatási szertartásba von bele bennünket a szerző, Izaiás. A beiktatási szertartás mindig ilyen volt ez. Azt jelentette, hogy először Sebnát megfosztják a maga díszes ruháitól, és a vállon hordott kulcsoktól, és átadják utódjának, ugye Eljakimnak. És közben elhangzik a szertartás szövege, az ő vállára teszem le Dávid házának kulcsát, amit kinyit, az senki be nem zárja, és amit bezár, az senki ki nem nyitja, mint a szöget a szilárd helyre verem be, és dicsőséges trónjává lesz atya házának. Tehát Dávid kulcsai egy méltatlan ember válláról, mint méltóságjelzés, átkerül egy emberileg méltó ember válláról. És olyan szép ez a kifejezés, talán a beiktatásnak a szertartásából való mondat, mint a szöget a szilárd helyre verem be, és dicsőséges trónjává lesz atya házában. Tehát egy ember, aki úgy akar Izraelnek stabilitást adni, Júdeának magyarul, a déli résznek, hogy emberi mód gondolkodik, és nem Isten tervei szerint, az megbukik, és valaki követi, aki már Isten tervei szerint gondolkodik, és dicsőséges trónjává lesz atya házának. Testvérek, lehet taktikusan meg hogyan gondolkodni családi ügyben is, és lehet Isten tervei szerint. Ami Isten tervei szerint való, az megáll szilárdon. Ami nem Isten tervei szerinti, az össze fog omolni. Mindig így volt, mindig így lesz. Ebben higgyünk szilárdon. A rómaiakhoz írt levelet olvassuk most az évközi időben, már hosszú ideje, csak múlt vasárnap, ugye Szent István napja, megszakította a folytonosságot. Itt egy szép doxológiát olvasunk. Mi ennek a doxológiának az előzménye? Pál apostol lelkesen hirdeti Krisztust. Két hete olvastuk, hogy inkább szeretném, hogy én elkárhozzak, csak hogy népen megmeneküljön a pusztulástól. Pál azon munkálkodik, hogy a zsidóság elfogadja Krisztus evangéliumát. Ő maga átélte azt a szakaszát az életének, amikor még üldözte Krisztust, és most látja, hogy kicsoda Jézus Krisztus. És nem érti, hogy miért nem tudják elfogadni Krisztust. Miért nem tudnak ráhagyatkozni az evangéliumra, ami szilárdobb, mint pusztán az ószövetségi törvény. És akkor Pál apostol
talán önmagára gondolva is, hogy sikerült megérteni, nem csak eszével, hanem szívével, Isten bölcsességét, hálát ad azért, hogy Isten bölcsességét követi. Néha az ember hall így beszélgetésekben történeteket, mikor valaki hosszú ideig kihagyja a templomot, a vallásosságot, aztán visszatalál. Pál apostol ilyennek éli meg magát, és örül, hogy Isten bölcsessége megérintette. Így beszél. Milyen mélységesen gazdag Isten bölcsessége és tudása. És gondoljunk arra, testvéreim, hogy milyen ostoba ideológiák után tudnak menni az emberek ezzel a bölcsességgel szemben. Mi ehhez szeretnénk tartozni. Mi kifürkészhetetlenek szándékai, milyen megfoghatatlanok útjai. Vajon ki látta az Úr gondolatait, és tanácsot kiadott neki? Ki kölcsönzött neki, hogy visszakövetelhetné tőle, tudnik Istentől? Ő belőle, ő általa, és ő érte van minden, övé a dicsőség örökkön örökké. Minden szentmisében is elhangzik a doxológiának ez a része. Más fordításban. Ő általa, ő vele, és ő benne van minden. Testvérek, ha benne van minden, érdemes-e máshova állni? Övé a dicsőség mindörökké. Amen. Legyen dicsőség neki, hogy itt vagyunk. Valahol legalábbis egy töredéke megérint bennünket Isten bölcsességéből. Legyen dicsőség neki. Tulajdonképpen ebből a bizonyosságból, hogy ahhoz tartozunk, amellett vagyunk, akiben ott van minden bölcsesség, és akiben fönnáll minden. Ez a mi boldogságunk. És ebből kéne fakadnia a keresztény örömnek. Az evangélium is nagyon érdekes két részből áll, ugye egyik Jézus személye körül forog az első része, a második szakasz pedig az egyház léte körül. Jézus nem kíváncsi, mert látja ő, hogy mit mondanak róla, hanem segíteni akar az apostoloknak, hogy megfogalmazzák ki ő, meglássák az ő valóságos énjét. És fölteszi a kérdést, kinek tartanak engem az emberek? És röpködnek a különböző válaszok. Egy a közös bennük, hogy Jézusban mindegyik észrevesz valami különlegeset. Ki keresztelő Jánosnak tartja, ki egynek a proféták közül. És ti, és ez a fontos, testvéreim, ti kinek tartotok engem? Személy szerint mindegyikünk. Nagyon fontos kérdés korunkban. Mikor le akarják húzni a sárba Jézus alakját, egy a vallás alapítók között, nem több. Teljesen mindegy, hogy Buddhával tartasz, Mózessel vagy Mohameddel. Ti kinek tartotok engem? Ez a globalizált vallás elképzelés, amint az egész társadalomban jelen van, ez a globalizációs gondolkodás, eltüntetni mindent, ami eredetiség. Ti kinek tartotok engem? És Péter talán még maga sem érti a szavakat, amiket kimond,
de megteszi maga hitvallását. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Olyan jó lenne, hogy akik járunk templomba, nagyon tiszta és határozott hitvallásunk legyen. És tulajdonképpen a második része a szakasznak az Sebna történetének alkalmazása Péterre, vagy magára az egyházra. A kulcsok. Kinek a vállán vannak a kulcsok? Sebnának, aki egy szélhámos, önző valaki, vagy az igazak vállán. És Jézus válasza Péter szavára. Ezért mondom neked, te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat. És a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Ez az a szög, ami az izaiási szövegben szerepel, hogy szilárd falba verem be a szöget, és trónja megdicsül mindörökre. Ez az egyház alapítása. Kihordja a kulcsot, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Testvérek, ilyenkor fölvetődhet a kérdés, hogy ez az egyház, a mai egyház is. Egy csomó szerencsétlenséget látunk benne. Testvérek, hogy családban van egy fekete bárány, attól még az én családom. Nem tagadjuk meg az egész családot. Fontos látnunk ezt. Minden családban van ilyen is, meg olyan is. Egyházunkban is. Egy teológusnak van a szép képe, ami nekem erősítő. Azt mondja, akármilyen is a történelem során az egyház a felszínen, a mélyén mindig van egy tiszta ér, és ebből a tiszta érből meg tud újulni. Ez az egyház szilárdsága. Ezért azt mondjuk, a hiszek egyben, hiszek az egyházban, hiszek a Szentlélekben, Úrunkban és értetünkben, és ehhez csatlakozik az egyház. Ez a tiszta ér, ami a mélyén ott forrásozik az egyháznak. Ez, ami megtartja az egyházot, ami miatt szilárd szökként van beverve a falba. Ehhez az egyházhoz ragaszkodunk. A tücsök bogár előfordul, és az évszázadok óta mennyi támadás érte az egyházat. És milyen könnyű tisztán látni. Sok buta közbeszéd. Papok így, a papok úgy. Igen, egy szélhámosság is sok. De attól még a mi családunk. Amen.